Sziasztok, Cirok János vagyok, és az Infiray legújabb lézeres távmérővel ellátott hőkameráját fogom bemutatni. Ahogy láthattátok, az FL25R kicsi, könnyű, kezes, valamint a beépített távmérőnek köszönhetően teljes sötétségben is pontosan meghatározhatjuk a céltávolságát. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy ebbe az apró eszközbe az utóbbi évek összes fejlesztése bele lett sűrítve. A gyártó a lehető legnagyobb segítséggel vértezi fel a vadászokat. Nézzük sorba őket. Az első mindig a biztonság. Manapság egyre többen szédelegnek az erdőben. Sajnos nem csak nappal. A vadkamerák tanulsága szerint éjjel is van mozgás. A hőkamerák nagyszerű detektálási távolsággal rendelkeznek. Ez az alig tenyérnyi kis eszköz közel 1300 méterig látja az ember alakot. A 12 mikronos pixelméret nagyon érzékenyé teszi, ezért gyakorlott szem azt is láthatja, mi van a cél mögött. A hőmérsékletkülönbségből megtudhatjuk, hogy van-e szikla, betonoszlop vagy bármi, amitől a lövedékünk gurulatot kaphat. Természetesen nem 100%-ig, de ismeretlen terepen járva életmentő lehet. Ez a baromi jó képalkotás a vadászat során is megjelenik. Kitűnő élességű és részletességű felvételeket kapunk. Az állatokat a legsűrűbb erdőben is észrevehetjük, valamint nagyobb távolságról is azonosíthatjuk őket. És elérkeztünk ennek az eszköznek a legnagyobb előnyéhez, a lézeres távolságmérőhöz. A legtöbb hőkamerában csak egy heveny digitális távolságbecslő funkció van, ami nagyon hasonlít arra, amit a Dragunov optikájában látunk. Az egész rendszer átlagos méretű vaddal száma, ezért mi is csak hozzávetőleges adatokat kapunk. Az FL25R azonban 600 méterig precízen tudatja velünk a céltávolságát. Pontosan és gyorsan mér. Ez a távolság este túlzás, de a tesztek alapján nappal is remekel. Gyakorlatilag kiváltja a hagyományos távmérőket. Az átlagos felhasználót nem hagyja meg a beépített iránytű, de tartozik hozzá egy szögmérő is. A hegyekben, ahol gyakran nagyobb szintkülönbséget kell áthidalni, nagy segítségünkre van, ha ismerjük a szöget és a pontos távolságot. Természetesen nem egy Leica, ahol SD kártyára menthetjük a lövedékünk külballisztikai adatait, és pontosan megadja centiméterben, szögpercben vagy kattintásban az eltérés mértékét. Mivel ezt az eszközt éjszakai vadászatra tervezték, az optikai nagyítása mindössze 2,5-szeres. Ezt a számot digitális nagyítással 10-szeresre tudjuk feltornázni. Mivel ez már 2020-as termék, a digitális nagyítás is jól használható. Nekem nagyon bejött az alap optikai nagyítás, mert óriási területet látunk be, és egyszerűbb tájékozódni vele. Apró méret ellenére álló és mozgóképet is rögzíthetünk, valamint egy applikáció segítségével Wi-Fi-n keresztül összeköthetjük okos eszközeinkkel. Sajnálatos módon az applikáción keresztül nem tudunk távolságot mérni, és a mért értékek sem jelennek meg a telefonunk kijelzőjén. Szerencsére ez csak nagyon kevés felhasználót érint. Legnagyobb meglepetésemre a beépített akkumulátor üzemideje elérheti a 6 órát. USB-C töltőkábel segítségével akár a helyszínen is tölthetjük. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az FL25R nem a világ legjobb távmérője, és nem a világ legjobb hőkamerája. Egy baromi jó kompromisszum szülötte, ami a vadászok többségének legmerészebb elvárásait is túlszárnyalja. Ezért ezt a kis eszközt azoknak ajánlom, akik egy teljes értékű, zsebben is hordható, nagy teljesítményű hőkamerát keresnek, ami lesen és cserkelés során is megállja a helyét. Valamint a távmérő segítségével szeretnénk csökkenteni a sebzések kockázatát. Ha megtetszett, keressétek a Leica Hungáriánál.